lesz idejük hozzászokni a markoló és a többi munkagép zajához a Máté-Szalka belvárosában élőknek és dolgozóknak. A járványhelyzet ellenére is megkezdődtek a munkák a közelmúltban, a Zöldváros Európai Uniós pályázaton sikerrel járt projekt keretében. Megújul a Szalkai László tér, egy multifunkciós rendezvényteret kívánunk kialakítani, amely alkalmas lesz a nagyobb léptékű városi rendezvényeink, mint például a Fényes Napok megrendezésére, de a kisebb városi rendezvények megrendezésére is alkalmas lesz. Öntött gumiburkolattal rendelkező játszóteret alakítunk ki, hogy az év 365 napján is igénybe tudják venni akár a kisgyerekes családok is. Megfelelő esztétikus és a kor követelményeinek megfelelő utcabútorok kerülnek elhelyezésre. Két darab okospaddal, amelyet reményeink szerint a fiatalok nagy örömmel fognak igénybe venni. A patkakövek már bekészítve, a meglévő körparkolót 38 új helyen bővítik. Emiatt ez várhatóan a nyár végéig nem is lesz használható. Addig egyébként a tervek szerint minden munkálat befejeződik. A térburkolat megújítása mellett a 400 millió forintos projekt nevéhez híven a zöldítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. 20 darab új fát fogunk elültetni a téren, valamint automata öntözőrendszert is kialakítunk, hogy nyilvánvaló módon a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vegyük, valamint meg fog újulni a térvilágítás is, így igen impozáns lesz a Szalkai László tér este is, csak úgy, mint a szomszédjában lévő Kölcsey tér. Gyakorlatilag a Kölcsey tér folytatásaként is tudjuk értelmezni a Szalkai László tér teljes körű térrekonstrukcióját. A projektől függetlenül, de azzal összhangban felállítják a közelben a városban született Szalkai László egykori esztergomi érseket és fivéreit ábrázoló szoborcsoportot. A tér másik oldalán pedig megépítik a képes kávéházat a Makovec életmű befejezéseként, ez már nettó 200 millió forintos hazai forrásból.